Szép jó estét kívánom mindenkinek. Hát komolyan mondom, ez megtiszteltetés, és igazából gyerekkoromban nem gondoltam volna, hogy egyszer lesz erre példa, hogy azokkal az emberekkel tudok együtt játszani, barátságba keveredni, akik igazából hát mai napig meghatározzák úgy az életemet, hogy hallgatom őket, és beteszem a kazettát, vagy a CD-t, vagy most már mindenféle dolgot, amivel hozzá tudok jutni ezekhez a zenékhez. Nekem két meghatározó élmény volt a népzenébe, ami miatt lényegében mert mondjuk úgy, hogy nem számít az, hogyha az embernek a szülei népzenészek, vagy a kultúrával foglalkoznak, az nem jelenti azt, hogy a gyermek is felfigyel erre a szellemi gazdagságra. Én szerencsés voltam, és igazából nem azért szerettem bele ebbe a zenébe, mert a szüleim azt mondták, hogy ez jó. Hanem azért, mert amikor ott ültem Kodova Marci mellett, a Florin édesapja mellett, és akkor egyszer azt mondta nekem, hogy na, gyere! És akkor mentem a kis brácsámmal, hát körülbelül 12-3 éves lehettem, és azt láttam, hogy elkezdett játszani valamit, és olyan szinten segített engem, tehát arról volt szó, hogy mennyire tudunk mi együtt muzsikálni. És ez az élmény, ez egy életre szóló élmény, talán még a Florinnak sem meséltem ezt el, csak így most, hogy így végig gondolom azt, hogy milyen helyzet, milyen helyszínen vagyunk itt, hogy mégis így magas szintre emelődik ez a népzene, hogy templomba muzsikálhatunk népzenéket, paraszti zenéket, ugye Bartók Béla így fogalmazta meg. De hogy ne is beszéljek túl sokat, és nem is akarok prédikálni így a templomban, nem is akarom azt, hogy meggyőzzek itt senkit arról, hogy mi milyen zenét, vagy igazából a népzenének milyen értékei vannak, mert szerintem mindannyian tudják, akik ide eljöttek, hogy a szellemi honvédelem az nem csak manapság fontos. Viszont az első számot megpróbáljuk átkötni az előző zenékkel, tehát egy román rendel volt vége az előző összeállításnak, és akkor mi is egy olyan számot játszanánk, amit mi csak úgy hívunk, hogy rettenet. Van benne G-moll, H-moll, C-moll, D-moll. Hallgassák szeretettel, jó indulattal. Igen, és nem utolsó sorban, része, tehát behangolva sokkal könnyebb zenélni. És ez egyfajta, a legnagyobb hagyományőrzés, amit csinálunk a zenénben, az, hogy behangolunk előtte. Köszönjük szépen! Oh,
Hey!
Köszönjük szépen! A dalszöveget körülbelül, hát nagyon sok száz évvel ezelőtt megrendeltük Petőfi Sándortól. Ez egy nem egy öregkori verse Petőfi Sándornak. Ez a humor néha nem szokott elsülni, de... Lényegében a hortobágyi vidékeken járt, és egy lány beindította a fantáziáját. Hát ebben mindannyian sokszor vagyunk így, akár fordítva is. A következő dal, mert a három. A következő dal is egy valami ilyesmiről szól. Amikor történnek az emberrel dolgok az életben, és sokszor a dalokba, a zenébe menekül az ember. Mi zenészek ezt nagyon fontosnak tartjuk. Bőgősünk lényegében fogadják szeretettel az ő énekét, az ő felfogását. Kezdett rakni, jó gondol meg.
igazából volt egy ilyen történet, ami a Ravi Shankar, egy indiai szitáros játszott Magyarországon, és az első 5 perc után akkora tapsot kapott, hogy maga is csodálkozott, és utána csak annyit mondott, hogy köszönöm szépen a tapsot, de behangoltam. Hát a mai világban már nem lehet tudni, hogy a kortárs zene bejöttével, hogy igazából hogy melyik az, ami saját szerzemény. Tehát az előbb lehúztuk, és a következő hangolások azok nem saját szerzemények voltak, hanem egyszerű hangolás hagyományőrzéssel. A következő számunknak a címe, pontosabban a munka címe, az volt, hogy Repülés 1. Arra kérek mindenkit, hogy maradjon itt minden esetre. Mi ezt eljátsszuk, akkor most is fogadják szeretettel. Kevés, vagy sok, vagy nem tudjuk, hogy mit bír a közönség. Lényegében mi tényleg
azért muzsikálunk, mert úgy gondoljuk, hogy a népzene olyan erőkkel bír, amik a világon mindenhol hatnak. Ezt nem csak mi tapasztaljuk, hiszen egy hete jöttek vissza Sanyika meg Florin Hollandiából, tehát ők is tudják azt, hogy milyen energiákkal bír, nem csak itthon a népzene. A következő számunk pedig a Dudák tisztelete előtt íródott. Mi csak úgy hívjuk, hogy a Dudás. Befejezésül meg hallgassanak meg egy Radnóti verset, ami szerintem nagyon szép, és remélem különben másnak is tetszik a szövege, de engem valami miatt megfogott, és úgy gondoltam, hogy érdemes lenne elénekelni, pontosabban Isten nyugosztalja nagyanyámat, ő mindig azt mondta, hogy ha
benned van valami, akkor lehet, hogy könnyebben ki tudod énekelni, mint ha ordítanál mással. És valami ilyesmit próbáltam megfogadni. Azért játszanánk el így a legvégén, hiszen egy kalotaszegi forgatós ritmusra működik az egész. És ez egy szép dolog, hiszen az együttélés folyamán, ezt ugye nem kell itt nagyon magyaráznom, de lényegében az észrevétele a tudománynak is, hogy az együttélés folyamán különböző népcsoportok a másik népnek a hagyományából megőriznek dolgokat, amit mondjuk már nem annyira őriz az a nép, akitől megőrizték azok, akik megőrzik. Így van, ez egy szép mondat volt, de azt gondolom, hogy a cigányság lényegében megmentette a magyar népzenét, és erre legyünk joggal büszkék. Radnóti Miklós verse, virágének. Illa felett. Yeah.